Kell még egy tapsolás. Nem, ja, így, én fölborulok. Sziasztok, Horváth Martin vagyok. A mai videónkban ezt az új generációs 936-os Fendet fogjuk egy kicsikét körbejárni, megnézni. Én nem szeretnék most annyira belemerülni ezekbe a műszaki újdonságokba, azt már több videóban végigtárgyaltuk, hogy mi változott a híddal, a váltóval, a motorral. Inkább jobban egy kicsit a gyakorlatban, a kezelésből adódó tippek, trükkök, esetleg ötletek, meg természetesen az egy-két dolgot kívülről megnéznénk, és szerintem ma erre fogjuk helyezni jobban a hangsúlyt. Ugye ez egy 360 lóerős traktor, 9 literes motorral, ami Vario Drive váltóval, az új hajtásrendszere ugye ez a Fennek, jelen esetben egy 5 fejes függesztett Gregoire Besson RVB 8-as Vario Eke-vel fogunk ma dolgozni. Ez ugye nevébe is benne van, Vario Eke, tehát igazából minden beállítás bentről a fülkéből tudunk elvégezni, úgy a tarlóskeréknek a mélysége, első fej fogásszélesség, alapvető fogásszélesség, dőlés, tehát minden lényeges beállítást a fülkéből bentről el tudunk végezni, majd mutatni fogom a köröket meg a megoldásokat. Nagyon egyszerűen kezelhető gépről van szó. Valamint van rajta nekünk egy szántás elmunkálónk, egy ilyen éggyűrű hengeres megoldásban. Ez nagyon-nagyon szép munkát végez, majd mindjárt itt, hogyha egy kicsit körbejártjuk, akkor megmutatjuk magát a munkáját is neki mindenféle szögből. Itt az a lényeg, hogy van egy gerendejünk, ezen a gerendejen egy lapos vasra van felfüggesztve, kicsit billegni fogok itt, mert a tárcsázás kicsit egyenletlenebb. Ugye látod, látszik, hogy mozgatom, látod, hogy mozog a gerendejen, össze vannak kapcsolva ezek az éggyűrűk. Itt az a lényeg ennek, hogy ugye, hogyha fogásszélességet változtatunk, akkor változni fog a magának a gerendejének a szöge, de a szántási munkálók azok mindig párhuzamosan fognak futni egymás mellett, nagyon szép munkát tudnak végezni, csinálnak egy rögtörést, meg egy alapszintű tömörítést. Ugyan az agrotechnikába bele lehetne menni, hogy mekkora előnye van a szántási munkálónak a sima szántással szemben. Ugye most már az évi csapadék eloszlás az sokkal-sokkal rosszabb, mint a régebbi időkben, mikor még jobban ez volt, hogy csak borzoljuk a szántást, hogy majd megfogja a havat. Itt látni lehet majd, hogy igazából egy műveletet rögtön meg tudunk ezzel szinte spórolni. Van ennek egy hidraulikus előfeszítése, ezt különféle verzióba tudjuk állítani, különféle terheléseket tudunk rátenni a szántás elmunkálóra. Igazából elég sokáig tudjuk ezt használni, akár ősszel is, nedves körülmények között. Természetesen a csapadék megfogásnak, még hogyha esetleg valaki repcealászán nyáron, ugye akkor van még jobban értelme, lényege, hogy talajtaposás nélkül már rögtön az első műveletben rengeteg nedvességet meg tudunk őrizni a talajban. Van ugye a másik verzió, amikor azt mondjuk már, hogy annyira nedves a talaj, hogy már nem tudunk vele dolgozni, akkor nagyon egyszerűen le tudjuk egy rakodógép segítségével venni, három csappal van felfüggesztve, el tudjuk zárni a hidroakkumulátort, szétszedjük a gyors csatlakozókat, és szépen le lehet tenni az elmunkálót. Nincsen nagy meleg. Ez a Fendes Gregoáros összesítésben mindig esik az eső, vagy hideg van, mikor olyan videót csinálunk. Lényegében a traktort ugye azt tudjuk, hogy itt egy fokozat van, két hidromotorral, az egyik hidromotor hajtja az elejét, a másik a hátulját a traktornak, nagyobb a tengelytáv, nagyobb a motornak a lökettérfogata, ez egy 353 lóerős motor, ugye most papíron jelenleg, 300-tól 420 lóerőig megy, ez egy profi plusz felszereltség. Igazából ez egy közép-felső kategóriában mondanám ennek a felszereltségét, tehát már profi plusz a felszereltségünk, tehát van benne VarioGuide GPS, ebbe fel van nyitva az autoteaching, az automata eszközkezelés, az autoturn, tehát a TI Headland, ez a komplet fordulóautomatika benne van, tudunk vele automatán szakaszolni, valamint a változtató kijutatást is el tudjuk ez a traktorral végezni. Egy-két apróság, mint az elektromos tükrök, minden tükörlap benne bentről, a monitorról állítható, ami még extra volna, ugye a lámpacsomag, a Vario Grip, a keréknyomás állítás, frontfüggesztés, tehát vannak még itt bőven dolgok, amikkel tudjuk okosítani a traktorunkat. Ez ugye a felhasználásunktól függ, hogy mennyire szereljük fel. Nagyjából a Magyarországon megtalálható
gépparkoknak a javarészét így tudjuk üzemeltetni. Nagyon kevés az a hely, ahol összetettebb, komolyabb gépkapcsolatot használnak, ahol szükség volna ezekre a dolgokra. Bár jó lenne, hogyha ha több lenne belőle. Igazából, hogyha beszéltünk az ekérről, akkor nézzük meg a szántást is, ha már kim vagyunk. Hét tízes gumi van a traktoron, nincsen barázda, szélesítünk semmink, nagyon szépen bedobja az ekkel a barázdát, erre most még itt jelenleg nincsen szükség, és lehet látni azt is, hogy ez egy barna erdő csernozjom talaj, ne tévesszem meg senkit az öt fej, tehát a videó alá teljesen fölösleges elkezdeni írkálni, hogy nálunk 12 fejje szánt a 360 lóerő, meg elkezdeni ezeket, tudjuk mi is. Az országban több helyen járunk, több fajta talajtípus van, rengeteg körülmény van, nekünk nem az a lényeg, hogy megmutassuk, hogy nekünk van a legnagyobb, nekünk az a lényeg, hogy megmutassuk, hogy hogy kell jól csinálni, legalábbis mi ezt szeretnénk elérni. Egyébként ezt az ekét jelenleg 240 centi fogásszélességbe húzom, ami hogyha valójában összetesszük a számokat, akkor rájövünk, hogy sok hatfejeseke alapvetően 240 centis fogásszélességre van beállítva. Tehát ugye én is, mivel varió ekén, ezt tudom menet közben állítani, GPS-szel fogunk szántani, el fogom mondani majd az én általam kitapasztalt dolgokat, hogy én hogy szoktam csinálni, én hogy szeretem, esetleg ez valakinek majd jó lesz, valaki esetleg máshogy gondolja, akkor egészségére. Én ahogy tudok, el fogom mondani, meg fogok segíteni, amennyire tudok. Itt a szántáson lehet látni, hogy igazából nem lehet látni a fogásokat, ez volna a lényege az egésznek. Nagyon szépen aprít, tömörít, és hogyha megnézed, nem is nagyon süllyedek el a szántásba, tehát igazából egy elég puha talajt hagyna maga mögött, hogyha nem volna szántás elmunkáló. De ez most még kap egy kicsi fagyot a télen, szépen lecserepesedik, és ez gyönyörű szépen el lehet művelni tavasszal kompaktorra egy menetbe vetés előtt. Szerintem így kívülről ennyi. Kezdjük el. Jaj. A gyújtsd be a kályhát. Hú, basszus kulcs. Szeretem a telet, csak a hideget nem. Kis szobámba beszállunk. Láttam szőnyeg minden. Hát figyelj, meg kell adni módját. Ó, de szép papír. Kis kezes paripánk. Ide félre rakom neki, akkor nem lesz útba neked. A látnikódnak. Új fülke, Mother Regulation, meg az egyéb uniós szabványok. Ugye a patkatükör, az elvárás, valamint a kézi fék, hogyha kiszállok az ülésből, most ugye be van húzva a fék. Ugye ki van engedve, középállásban van a fékünk, és akkor tudsz olyat csinálni, hogy ki is tudod engedni így a féket, tehát rá tudsz engedni a kézifékre, valamint most megindulok vele, kiveszi, ugye kiengedi a kéziféket, most nem zenélünk, kiszállok az ülésből, és mindjárt sziszen egyet, és amint kiszállsz az ülésből, ahogy gurulna a traktor, automatán behúzza a féket, rögzíti magát. Jó, lényegében most már ugye elkezdtem a szántást, mire Tomi kiért, de... Le akarod venni a kabátot? Hát nem volna rossz. Nem néznék úgy, mint egy... Látom, hogy nyúltál oda, levehetjük. Mint egy pufi pingvin. Átrakom a Chippy Mickey-t, jó? Jó, várja. Így jó? Úgy jó lesz. Jajjajjaj. Oké. Okay. Max, egy kicsit szebben nézzék ide egy tűrbe. Jó, szexi legyek. Azaz. Itt a határba, hát ha valami kőznek megtetszek, mi? Valamit, amiről még nem beszéltünk, Vario Guide kapcsán. Ugye ebben a traktorban van aktív kormány, ami annyit takar, erre fordítom a monitort, hogy lehessen látni, ami annyit takar, hogy van kormányzási beállításunk, és itt tudjuk bekapcsolni az automata kormányzást úgy, hogyha nem aktív a GPS rendszer, és akkor itt van egy automata funkció, meg van egy manuális funkció. Az automata funkció az azt jelenti, mint a mai modern autóknál, hogy érzékeli azt, hogy milyen intenzíven nyúlsz bele a kormányba, és hogyha én kapom a kormányt, majd a végén fordulunk, akkor ezt is megmutatjuk, akkor igazából leharmadolja a kormányfordulatot, és a végén pillanatokat meg tudunk pördülni. Nem kell megörülni, mikor az ember tekeri a kormányt a föld végén. Természetesen traktorunk tudja, használjuk ki, szántóföldi földvégi forduló automatikával kezeljük az ekét,
letesszük, szépen elkezdi, benne vagyunk a barázdában, és amikor már benne van a traktor, rátesszük a kormányzást, és szépen innentől kezdve a másik végéig nincs vele dolgunk. Itt ami lényeges dolog, hogy rögtön beszéletünk is a GPS beállításokról. Nagyon sok felé, ahogy megyünk, ez szóba szokott jönni, hogy hát úristen, nem GPS-szel lehet szántani, lehet szántani. Igen, vannak olyan dombos körülmények, meg vannak olyan heterogén területek, ahol az egyik vége homok, a másik vége meg igazi macskaszaros talaj, ahogy vidéken mondják azokon a helyeken. Tehát alapvetően viszi nagyon az ekét a talaj, nem minden körülmény között lehet GPS-szel szántani, de törekedjünk a precizitásra, amikor csak lehet, ezt használjuk ki. Jelen esetben ez a talaj ez engedi, hogy így dolgozzunk, egészen más maga a munkaminőségünk is. Ugye az eke az sokkal szebben tud összedobni, így nem csinálunk bele kanyarokat, nem egyenesítgetjük, nincsenek benne ezek a felületi öblök, amit saját szemben nem látsz, de tavasz, amikor elmunkálod, akkor azért kiadja magát. És lényeg az, hogy felvesszük ugye az AB pontot, kapásból már egyenesen ki tudjuk húzni a mezsgyénket, onnantól kezdve pedig a fenntraktoroknál van egy olyan opció magába a GPS-be, hogy automata nyomvonal aláhúzás, itt van ez a gomb, ez a funkció, mert sok esetben nem tudjuk használni, meg hát miért volna jó az, hogyha tolgatjuk össze-vissza a nyomvonalat, itt pontosan jól tudjuk használni. Ez azt takarja az automata aláhúzás, hogy amikor megnyomjuk a kormányzás gombot, aktiváljuk a kormányzást, akkor ahol megnyomtuk a kormányzásnak az aktiváló gombját, oda teszi az egyenest. És itt az a lényeg, hogy elkezdjük dolgozni, letesszük az ekét, belállunk a barázdába. Amikor már benne vagyunk a barázdába, akkor ugye lesz egy bizonyos fokú dőlés a gépnek jobbra vagy balra, ugye mindegyik gépben van benne giroszkóp, az ugye megadja a dőlés neki, ennek az a lényege, hogy ahogy megdől a traktor, ugye a nyomvonalnak a pozíciója is változik. Tehát nekünk az a lényeg, hogy mi akkor nyomjuk, akkor tegyük rá a kormányzást, ez az automat aláhúzás, amikor benne vagyunk a barázdába, mert ezáltal beletesszük a barázdába a nyomvonalunkat. És akkor, hogyha már benne vagyunk, ugye hát nem biztos, hogy rögtön oda találsz, ahova kellene, akkor van egy olyanunk, hogy nyomvonal eltolás, és akkor itt, most ezt kivettem, hogy állítsuk be, ugye kirakjuk alulra, én itt szoktam mindig ide leszoktam tenni, mert bárhogy billeg a talaj, akkor meg tudom támasztani a kezemet, és stabilan tudom nyomni a monitort. És akkor itt én beszoktam állítani, és például 5 centit az eltolásba. És akkor onnantól kezdve, amikor benne vagyok a barázdába, és látom azt, hogy nagyon farag, egy kicsit arrébb kéne tenni, vagy nagyon a szántáson megyünk, akkor az 5 centikkel tudok annyit játszatni, hogy bele tudjam tenni a barázdába a traktort. Akkor jó a beállításunk, a nyomvonalunk, amikor tud az első kerék egy kicsikét játszani. Tehát a barázda faltól egy 10-15 centire van a keréknek a belső pereme. Ugye sok esetben a hátsó kerekünk szélesebb, mint az első, ezáltal egy kicsikét, hogy neki is van a gép feszülve, lehet is látszani, amikor szánt az a traktor, hogy neki van feszülve a barázda falnak. Egy jó ekebeállítással igaz az, hogy szép egyenes lesz a barázdád, de sok esetben tudjuk azt, hogy ez nem mindig áll így össze. Ne kezdjünk ezen el vitatkozni, lényeg az, hogy tudunk GPS-t gyönyörű szép egyenesen szántani, majd szerintem fogsz drónozni? Akkor szerintem ott majd látszani fog a maga föntről, szépen ki fogja adni magát az egyenes, meg az innen is, ha belenézel, akkor látszik. Meg magának a munkára is rá lehet nézni. Hála jó Istennek, nem szégyenítjük meg magunkat. Tehát lényeg az, hogy ezáltal tudunk precízen szépen dolgozni. És ez ennyi. Igazából ez ilyen egyszerű. A másik, amin fönn szoktak akadni, GPS beállítás. Most itt látjátok azt, hogy szépen fest a traktor. Azért fest a traktor szépen, mert 2 méter 40-es fogásszélességgel igazából a traktor maga mellé forog a barázdában. Amint látjátok, kicsike átfedés van. Itt, hogyha nincsen nyomvonal aláhúzás, automata aláhúzás, és egy ekkora fogásszélességgel dolgozunk, akkor akár kisebb korrekcióval lehetne sima nyomvonalak alapján, vagy nyomvonalak után is menni. Többet kell álligatni, ez így sokkal egyszerűbb, sokkal kényelmesebb. De ha nagyobb ekével dolgozunk, vagy kisebb ekével dolgozunk, nekünk nem arra van szükségünk, hogy maga a munkagép beállításban milyen munkaszélesség van beállítva. Nekünk a GPS-nél, a nyomvonalnál annyira van szükségünk, hogy legyen egy automata festésünk, maximum, hogyha azt szeretnénk, a hektárszámlálót azt arra a munkaszélességre állítsuk be, ahol amilyen szélességben a fejek dolgoznak, és akkor igazából
onnantól kezdve nekünk az egyenesre van szükségünk, nekünk nem arra van szükségünk, hogy hogy fest a traktor a térképen, mert az lesz a lényeg, ami ott van melletted. És akkor innentől kezdve már nincsen probléma az aszimmetriával, mert ugye amikor fordítod az ekét egy nagyobb ekénél, egy 6 vagy 7 fejesekénél, vagy 8 fejesekénél, ugye nagyobb a kilógások oldalra, nincs szükség. Most már azért sok helyen lehet látni, meg sokan vannak korombeliek, meg fiatalabbak, meg akár idősebbek is. Nagyon szépen ezt alkalmazzák, meg csinálják. Nem vagyunk mi sztárok, nekünk csak az a lényeg, hogy nekünk viszont meg kell mutatni azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy hogy kell ezt csinálni. Tehát nagyon sokan ezt nagyon jól alkalmazzák, meg szépen dolgoznak vele. Tehát az a lényeg, hogy mi nekünk szántásnál, a GPS-nél csak az egyenesre van szükségünk. Ennyi. Mi azt úgyis a barázdába való menetelésre fogjuk használni. Az, hogy ott mit fest, azzal nem kell felakadni, nem kell vele különösebben foglalkozni. Maga a traktor ugye ez a nagyobbik az új váltóval van ellátva. Lehet is látni, hogy hát nem lehet látni, mert a videó az nem fogja úgy átadni nekünk. De a diagnosztika menübe is, hogyha belemegyünk, lehet látni, hogy aki 900-as fenden dolgozik, akár a korábbi szérián egy S4-esben, ott lehet látni a váltónyomásokat, hogy ott többször dolgozik 250 bar vagy azt fölött a váltónyomás. Jelen esetben ez a váltó ez olyan szinten stabil, hála Istennek, hogy nagyobb kiterhelésnél is minimálisat változik a váltónyomás, jobban hagyja a motort érvényesülni, jobban rá tudja terhelni a motora a váltóra a teljesítményt, tehát stabilabb, erősebb érződik a különbség, érződik a fejlesztés, nem hiába fordítottak akkora energiát és pénzt a fejlesztésre. Nagyon szépen szalad vele. Ez az alacsony motorfordulatszám koncepció, ez érdekes, mert ugye aki power shift traktorhoz van szokva, hát ott folyunk lefelé könnyebbül meg, és veszi vissza. Tehát aki ahhoz van szokva, hogy bőgni kell a motornak egész nap 1800-1900-en, az azt hiszi ilyenkor, hogy döglik rád a traktor, hát ez nem döglik rád. Ez itt adja le a nyomaték csúcsot, itt érzi magát a legjobban ezen az 1300-1500 közötti fordulatszámtartományban. És itt is lehet látni a befecskendezésben is, hogy igazából nincsen semmiféle plusz befecskendezés, tehát teljesen optimálisan szalad a traktor. 5 fejje, 6 fejnyi fogásszélességben, hogy azok az emberek is úgy érzik magukat, akiknek ez lényeges, hogy hány fej van most a traktor mögött. Szerintem a munkája az nagyon szép. Ne dicsérjük a saját lovunkat. Ezt így tudtuk beállítani. Jelenleg szerinted Tomi, mi az, amit még el kéne mondani? Amiről még úgy érdemes volna pár szóba beszélni? Nem tudom, hogy a eke beállítás az hogy zajlik? Eke beállítás. Na, ez az eke, ez még egy-két kisebb opcióban felszerelhető, de ez már egy elég jól felszerelt ekének számít, és mindjárt rakom innen a telefont, ne legyen útban. Itt van egy vezérlő, egy kis távirányító az ablakon, szélvédőn. Itt az a lényeg, hogy több körünk van, mint ahány hidrolika körünk akár a traktorban. Itt egy hidrolika körről tudunk használni ugye a mágnes szelepekkel 3 kört. Itt történetesen itt állítjuk az egyessel az első fejfogás szélességet, a hátsóval a tarlós kereket, a hármas körrel pedig az ekének a dőlését. Memóriás munkahenger van ugye, és menet közben, hogyha kell, akkor menet közben, munka közben látod azt, hogy mind kell állítsál, hogy szépen dobjon, hogy jól fordítson, kemény a talaj, puhább a talaj, tud bármikor függetlenül dőlést állítani, nem kell kulcsolni, nem kell tekergetni kint. Tehát ez egy kör. Aztán van egy körünk a megfordításra, van egy körünk a fogásszélesség állításra, és igazából ennyi. 3 kör, hát 6 kört használ az eke jelen esetben. Igazából annyit szoktam csinálni, hogyha kell, vagy ha úgy van, vagy ha nagyon annyira a szármaradván úgy adja ki, akkor szoktam nyitni esetleg menet közben az ekém, és akkor esetleg, hogyha annyira összehúzza, akkor nyitsz rajta, akkor nagyobb az áteresztés keresztmetszet, jobban el tudja engedni magát. Ugye lehet kérni az ekét hosszabb ekeszárra, különféle előhántókkal, ezt mindenki úgy opcionálja magának, ahogy kell. Szerintem most nem az volna lényeg, hogy én elmondjam, hogy itt létező összes lehetőséget. Létezik a 3 fejesekétől a 10-12 fejesekéig a palettában, mindenki megtalálja azt, amire szüksége van. Ha nem kell neki teljesen varió eke, akkor ezt ugye lehet butítani visszafelé. Van, aki függesztettekével szeret szántani, valaki félig függesztettekével, igazából megvannak ezek mind. Én nekem egyedül, ami lényeges pont, úgy gondolom az ekénél, hogy a fejosztás igazából minél nagyobb, annál jobban.
tudsz vele dolgozni, annál kevésbé tud bedugulni. Érünk a végére. Azt tudod ám, hogy most, hogyha már itt vagy, akkor itt a kamera csere lesz. Még egy kicsit járatom a szám, és utána bevetés fog történni. Ajaj. Figyelj, hogy gondolod, hogy úgy érez, mint hogyha kombájnban ülnél, átkapcsolok neked joystickra, és akkor... Nem kell, jó nekem a... Jó, így? Jó pedál? Úgy, ahogy te. Még menjél te. Azt viszont én fogom kamerázni. Egy kicsit a... Egyébként a futómű még lényeges, ugye két kerék van hátul a futóműnél, azt két csappal tudjuk állítani, kifordítjuk a kerekeket, és akkor közúton, szállításban azon a két keréken tudjuk húzni, ugye kis kerekek, de nem kell, tehát nem kell vele szaladni, de stabilan szépen tudja vinni magával az ekét. Most beleértünk a barázdába, látod, szépen elkezdett dolgozni, ráteszem a kormányzást, és igazából innentől kezdve nem is nagyon kell hozzányúlni, mert szépen szalad bele tovább. Mert tudik az ablakot, elkezdett esni az eső. Na most, ha belenézel, itt azért úgy látszik, hogy... Ez egyenes. Igen, igen. Jó, szuper. Igazából... Az ekebeállításban olyan szinten te bele tudsz menni, hogy mit, hogy hova érdemes, hogy ilyen szépen feküdjön a traktor mögött szögeket, nem tudom, tehát én nem vagyok gépbe a szántásnál. Fú, ezek nagyon érzékeny területek. Erről szerintem külön egy órát lehetne csak beszélgetni a különféle típusoktól. Ugye nagyon sokszor van az, hogy beszélgetünk róla kezelőkkel, hogy akár a traktort hogy állítsák be, akár a munkagépet hogy állítsák be, és ugye ezt mindig a talaj adja, mindig az adja, hogy mennyi a szármaradvány, milyen mélyen akarunk dolgozni, ahhoz a mélységhez, ahol éppen dolgozunk, mik lesznek jók, milyen dőlésszög lesz jó, milyen fogásszélesség jó, hogyha ha lazább a talaj, mint például itt is most ugye kellő nedvesség van a talajban, nagyon szépen porhanylik, lehet nagyobb fogásszélességgel dolgozni, mert szépen terít, hogyha keményebb a talaj, akkor ugye kisebb fogásszélességgel megyünk, meg ugye ezek az alapvető dolgok, amiket mindenki megtanul, még mikor elkezd szántani, kereszthosszirányú viszint, azon belül se trükkök, hogyha keményebb a föld, akkor egy kicsikét orron járatjuk az ekét, hogyha jobban szeretnénk forgatni, úgy jobban bírja, akkor kicsit a szántásra döntjük az ekét. Ezek ilyen alapvető trükkök itt, hogyha ezeknél a munkagépeknél mindig mindenki meg van ijedve, sok esetben, nem mindenki, mert tényleg vannak nagyon jó szakemberek az országban, akiktől én 27 éves vagyok, de úgy vagyok vele, hogy mindenhol azért mész oda, mert nem csak mutatsz, hanem tanulsz is mindenkitől valamit, mert mindenki máshogy csinálja, mindenki máshogy látja. Én egy nagyon rossz tulajdonságnak tartom azt, hogyha valaki azt gondolja, hogy nem tud tanulni, meg hogy mindent tud. Nem tudunk mindent. Mindenki, még a legprofibbak is tanulnak. Tehát lényeg az, hogy egy ilyen beállításban is igazából, hogyha jó szemed van hozzá, és foglalkozol vele, nem csak húzod napestig, mert órabérbe vagy, meg mert teljen a nap. Én azt gondolom, hogy ha valaki egy ilyen gépkapcsolattal dolgozik, az már valamilyen szinten felelősséget is vállal azért, hogy olyan munkaminőséget adjon ki a kezéből, és úgy kezelje azt a gépet, ahogy azt kell. Tehát most ez ugyanúgy az eke beállításnál is. Ezeket az ekéket sokkal egyszerűbb beállítani, mint egy manuális ekét, mert a bentről, a fülkéből hidrolika körökkel, látod azt munkaközben, hogy dolgozik szebben, mi esik jó neki, érzed a gépet menet közben, nem kell mindig kiugrálni, tekergetni, kulcsolni, állígatni. Szerintem ez egy hatalmas jó dolog. Valamint, hogyha valaki nem is GPS-szel szánt, de varió ekéje van, akkor ugye azt is meg tudja csinálni menet közben, hogy kiegyenesítgeti a barázdát a fogásszélesség állítással. Rengetegen csinálják meg, igazából így is dolgoztak én szerintem nagyon sokáig a varió ekékkel. Ez egy nagyon nagy előnye neki. Megyünk fölfelé, kicsit emeli a fordulatszámot. És akkor felérünk a csúcsra, kipörög, és akkor szépen majd most mindjárt könnyebbül meg. Lehet látni majd mindjárt a váltonyomás, és esik vissza a váltonyomásunk. Látod? Ott esik vissza a váltonyomás, és ejti is vissza a fordulatszámot, és szépen állunk vissza. A váltó a szög, úgy áll, mint a szög.
és 1002-es fordulat, 1150-1200, 11 km per óra. A munkamélységről nem beszéltünk, ilyen 30 centi környékén megyünk, 28-30 centi, ez volt a kérés, ettől mélyebben ne szántsunk. Figyelj csak, most már úgy érzem, hogy, hogy bizsereg az ülésen, és egy kisegged. Nem érzem. Átülnél ide. Nem érzem. Figyelj, itt igazából, mint a tolatnál kombányban most, úgy képzeld el, kicsikét úgy. Jól van, megpróbálom. De nem vagyok egy nagy traktoros, én fater mellett kombányban öttem föl. Szeretem a traktorokat, meg minden. Figyelj, botladoznék azért a fülkébe én is, hogyha hirtelen el kellene kezdeni kombányozni, én ritkábban ülök bele, én meg abba, inkább minden másba. Lényeg az, hogy úgy van beállítva a gép, hogy három gombot használunk, meg az irányváltót, féket, gázt, ma is igazából menetpedált. Két fő gomba, két nagy gomba, két nagy go-end gombbal, a nagyjal lerakod, a go-val lerakod, enddel fölveszed, ott látod magát a folyamatot, de majd igazából most akkor még kapsz annyit, hogy most még elmegyünk, megnyomod, szépen leteszi, igen. Leér minden, te rak egy tempomatot, és amikor benne vagy, akkor a kis go-t megnyomod, benne a varázdába, igen, a kormányzást, aktiválja a kormányzást, csippan egyet neked, itt zöldre válik a kormány szimbólum, és már szalad is tovább visszafelé. Jó. Végén, mikor kiérünk, akkor csak annyi, hogy én úgy tudtam csinálni, úgy veszem a tempomatot, hogy ráhúzok egyet a joystickra, hogy az deaktiválja a tempomatot, rányomsz a nagyendre, kiemeli. Hátra ráhúzol egyet, az csak, deaktiválja. Csak, igen, ha csak hozzáérsz, ha belenyúlsz, akkor már ő elveszi a tempomatot. És én úgy csináltam meg a programot, hogy ne kell nyúkálni sehova, egy gombnyomásra kiemeli. Ha kiért fordulás közben még egyszer rányomok, akkor megfordítja. Azért állítottam úgy, hogy még egyszer rányomok, mert ha időzítem, vagy ha bármit csinálok, akkor ő mindig fordigatja, és nem minden esetben kell, hogy rögtön forduljon ezeket. Tehát ez így ott van kézen, és igazából ennyi. Az irányt azt tudod kell váltani, nyomod a joystick hátulján a feloldó gombot, mindig bijentesz egyet balra, és akkor váltja az irányt. Ez teljesen jó lesz. Ez tök jó, hogy tudsz ilyet, és nem tudtam, hogyha egyszer rányomsz, az endre kiemeli, következő nyomásra pedig megfordítja. Hát ugye beszéltük azt, csak mindkettőnknek elvitte az idejét a szezon, hogy majd vetésbe is csinálunk egy videót. Konkrétan ezzel a traktorral úgy vetettem idén, hogy minden esetben az automatikáknak a használatához szükségünk van egy tábla határa. A tábla határ ahhoz kell, hogy tudjuk vezérelni magát, tudjunk mihez vezérelni. Tehát én vetésben 6 méteres munkagéppel a 30 métert szoktam szegni. Hogyha a művelőnyomot is kell állítani, igazából semmi gond nincsen vele, mert egyre többet szegek átlagában, mint ahol szoktak, de kényelmesen megfordulsz, meg van helyed mindenre. Lényeg az, hogy felveszem a táblahatárt, én utoljára szoktam elszegni leszegni a területet, ugye ezt mindenki máshogy szokta, és most jön a lényeg az egészbe, hogyha be van kapcsolva minden automatika, beállítunk, itt a teach-in, az eszközkezelés, hát tudod, ez a gomb, ugye belemegyek. Itt ugye először is beállítod azt, hogy milyen széles legyen maga a forgód. Ide beállítom ugye a 30 métert. Utána meg tudom adni azt, hogy például vetőgépnél lényeges az, hogy ha szögben érek ki a fordulóra, akkor ne emeljem már ki a vetőgépemet, mikor még a 2 méter vagy 3 méter vet. Ezt úgy tudom beállítani, hogy itt vannak átfedés beállítások. Itt látunk egy hullámvonalat és alatt a diagramokat. A diagram mutatná azt, hogy milyen átfedésnél engedje kiemelni a traktort, értelemszerű három beállítás, amint odaér a szegély vonalhoz kezdje, elkezdheti kiemelni, amint a fele átfedésben van, akkor kezdheti kiemelni, amikor a gépnek az utolsó pontja is elhagyta a szegély vonalat, akkor engedje kiemelni. Most például ez szemenkénti vetőgépnél volt érdekes tavasszal, most ez gabonánál is, de szemenkénti vetőgépnél például ott is ráállítottuk, hogy teljes átfedés, amint az utolsó 8-soros Maestro vetőgéppel vetettünk, vetettem, amint az utolsó kocsi odaért, onnantól kezdve engedte indítani az automatikát. Az a lényeg az átfedés beállításban, hogy itt tudod késleltetni magát a beállítást. Ezzel el tudod érni azt, hogyha a párhuzam, hogyha merőlegesen érsz ki a forgódra, a fordulódra, akkor ugye elkezdi üzemeltetni
mindig ugyanakkor teszi fel, meg rakja le a munkagépet, viszont hogyha már szögben érsz ki, szegésre érsz ki, akkor nem kezdi el ugyanazon a távon kiemelni a munkagépet, mert ugye a szöghöz képest ugye változik a maga az elvetendő felület, a megművelt felület, akkor ő addig nem engedi a programot elindulni, még nem ért ki a munkagépnek az utolsó sarka is, a szélső sarka a szegésre. Amint ez megvan, utána vannak itt ilyen kis autófelirataink, narancssárga, meg a citromsárga zászló, itt igazából ez mutatja azt, hogy a citromsárga kifele menet, a narancssárga befele menet. Mind a két iránynak meg tudjuk adni, hogy melyik forduló gombot akarja üzemeltetni, és akkor az amit beállítunk, azt fogja utána ő kezelni. Ugye ez úgy épül fel, hogy van ez egy határvonalunk, utána van egy szegélyvonalunk. Utána be kell állítsuk az automatikusan a forduló automatikát, hogy legyen neki mit vezérelnie. Ahhoz, hogy mindig egy pontba történjen a felvétel és a lerakás, ahhoz kell egy állandó sebesség. Tehát én mindig úgy szoktam csinálni, hogyha automatikával dolgozok, hogy a programnak az első pontjába abban egy sebességbeállítás van beállítva, tehát amint aktiválja a sebességet, attól függetlenül, hogy mennyivel megy a traktor, mindig tegyük fel 7 km/h fog menni, akkor, amikor leteszi, vagy amikor felveszi a munkagépet. Ez egy nagyon lényeges pont, így be lehet lőni úgy a munkagépet, hogy igazából akár centi pontosan ugyanott történjen egy csíkba minden. Most, hogyha már így beszélgetünk, akkor még akkor addig forgolódunk. Ha ezt megbeszéljük, akkor átülsz. Gondolom nincs ellenvetésed? Nincs. És akkor ugye beállítottuk magát a fordulóautomatikát, utána vannak itt ezek az autógombok, ezeket hogyha bekapcsoljuk, akkor azt eredményezi, hogy innentől kezdve, amikor elkezdünk dolgozni, akkor van nekünk egy pillanat, van nekünk egy távolságunk, mert onnantól kezdve, hogy megvan a két táblahatárunk, onnantól kezdve ő a fogásnak a hosszát, az ki fogja neked tudni számolni. Tehát méterrel dolgozik ugye az eszközkezelésnél, megmondja azt, hogy te neked ez az egyenesed, ez 850 méter hosszú. És ugye onnantól kezdve jön az, hogy amikor te rádod, lényeges pont, hogy ez csak akkor működik, hogyha aktív a kormányzás. Mert akkor tud hozzá számolni. Amint aktív a kormányzásod, érkezel a szegésvonal felé, akkor ugye be van kapcsolva az automatika, amikor te úgy érzed, vagy úgy látod, hogy akkor itt el kell kezdeni lerakni, rányomsz a gombra. Akkor ott meg fogja neked jegyezni, hogy te 6 méterrel előtte nyomtál rá a gombra. Kiérsz a másik feléhez, ki is írja, hogy ezt az értéket elmentettük, ez az oldal kész van. Kiérünk a túlfelére, ott rányomunk a kiemelésre, ugye a befejezésre, ott megint csak ki fogja neked írni, hogy ott meg 5 méterre nyomtad meg a szegélyvonal előtt, és akkor innentől kezdve kezdődik a játék, innentől kezdve tudunk a méterrel, valamint a forduló beállításokkal játszani, hogy éppen hogy szeretnénk azt összehozni, hogy egy pontban történjen a munkagép lerakás felvétel. Ugye itt tudunk játszani azzal, hogy maga a programba nyújtjuk a folyamatokat, vagy hozzuk egymáshoz közelebb, vagy csak szimplán. Bocsánat. Sokat beszélek, keveset nyelek. Vagy csak szimplán ezzel a méterrel játszunk. És akkor most eljutottunk addig, hogy be van állítva a munkagépünk, szépen egy pontba felveszi, meg leteszi a munkagépet. Megyünk a következő pontra. Forduló. Turn assistant. Na, itt azért már ez egy kicsit játékosabb. Itt ugye megvan az, hogy magában a teach-in-be túloldalon mekkora forgót állítottunk be, és akkor vannak olyan értékeink, hogy van mögötted egy munkagép. Annak a munkagépnek itt van egy gomb, fölveszed a munkagépet magad mögé, akkor beledob a GPS menübe, utána azért dob bele téged a GPS menübe, mert hogyha van automata forduló a gépedbe, akkor ugyanis, ha belemész a GPS beállításba, alul fogsz találni egy ilyen kulcs emblémájú gombot. Ezt most szépen elmagyarázom, hogy ne telefonon kelljen már vasárnap délután ezt elmagyarázni az embernek, hogyha valaki ezt esetleg megnézi, akkor ebből szépen be fogja tudni állítani. Megnyomod ezt a gombot itt alul. Innentől látni fogod azt, hogy itt vannak a munkagép beállításaid. Te ide szépen ügyesen a kis kezeddel beírod, hogy 6 méter széles munkagéped van, 5 méterre van a függesztés pontja a munkavégzés pontjától. Utána elkezdesz, megindulsz a területen fordulni, tegyük fel balra, akkor itt vannak a gombok, mutatja ugye értelemszerűen a nyíl, hogy felsővel balra fordulunk, alsóval jobbra fordulunk.
Azért van balos jobbos, mert lehet, hogy a munkagépeden jobbra ott van egy kitámasztó láb, és nem fogsz tudni 5,6 méter forduló sugárba fordulni, hanem csak 6,2 méterbe. Tehát lényeg az, hogy elkezdesz menni körbe, ami még a biztonságos minimum fordulóköröd, akkor, tehát ami, ahol már azt jelenti, hogy még biztonságosan elbírsz fordulni, ott értelemszerűen megnyomod azt a gombot, amelyik irányba fordulsz, ő ki fogja neked adni, hogy mekkora ennek a sugárnak a, vagy ennek a fordulónak a sugara. Teljesen jó, szuper, akkor itt van egy ilyen szamárvezetőd, ezt onnantól kezdve visszalépkedsz, és be fogod tudni írni neki ide középre. Na most olyan dolog tud történni, hogyha nagyon kicsire állítod a fordulósugarat, akkor a fordulóba el fogja dobni a fordulást. Az nem azért van, mert hülye a gép, meg mert nem tudja megcsinálni, az azért van, mert túl kicsi kört állítottál neki, és ő nem fog tudni annyira kicsibe megfordulni, mert ugye más az, hogy milyen nyomvonal, tehát milyen fordulási mintázattal szeretnél. Itt az első a megfordulás, azaz, hogyha ez ki van választva, akkor meg tudod adni, hogy a magad mellé, a másodikba, a harmadikba, a negyedikbe forduljon, egy ilyen spirálszerűen fog végigmenni a területen. Hogyha szántóföldi mintázatban mész bele, akkor pedig a legkisebb fogás, az az 5 fogás lesz, amit ő kijár, tehát 5 fogás az kiforog neked, utána megy a következő 5-re, és így csinálja készre, így készre csinálja a területet, halad el. És hogy ne térjünk el, lényeg az, hogyha például a megfordulásnál vagy, például úgy vetettem, hogy ugye magam mellé forogtam, hogy gyönyörű szépen beállítod a most például 6,4 méteres fordulósugarat, utána beállítom azt itt alul, hogy a tűrés az hol, mekkora legyen a tűrésnek a sávja, az azt jelenti, hogy amikor elkezdene fordulni, akkor tudsz adni neki egy kicsi késleltetést abba, hogy mikor kezdje el tekerni a kormányt, és akkor nagyon szépen ebbe a kis gomba alakba vissza fog neked fordulni. Itt pedig az történik, hogy ahogy tervezi a fordulókört, meg tudod neki adni, hogy a tábla határtól, a szegélytől mennyire forduljon, hogyha például széles a munkagéped, és kilógna a tábla határon, tereptárgy, vagy villanyoszlop, vagy bármi közút olyan van melletted, akkor ugye ne fordítsa ki a munkagépet, úgy tervezze a fordulókat. Most ha ezekkel, ha megvagy, akkor onnantól kezdve kiválasztod azt, hogy melyik irányba szeretnél haladni ezzel a szürke nyillal, és amikor kiválasztod, hogy melyik irányba szeretnél haladni, akkor még meg kell adnod azt, hogy te egyáltalán hol vagy a területen. Ugye, mire te ezt beállítod, addigra már remélem vettél fel a GPS-be egyenest, hogy legyen mi alapján ugye menni. Ugye ezt remélem senkinek nem kell külön elmondani. Lényeg az, hogy ebbe belemész starting switch, ezt még nem sikerült lefordítani magyarra, ez a kezdő nyomvonal akar lenni, amint ebbe a nyomvonalba te belenyúlsz, mondani fogja, mutatni fogja neked, hogy melyik nyomvonalba vagy. Látod, most ilyen minusz 37-es nyomvonalba vagyunk, akkor te ezt megfogod, leokézod. Akkor tudja, hogy a 37-es nyomvonalba vagyunk, most azért nem csinál semmit, mert nem állítottam semmit, tehát most azért nem dobálja az adatokat. Tehát most ne tévedjen meg senki, arra figyelj, amit mondok. Tehát jobbra akarok fordulni, a minusz 37. nyomvonalba vagyok, megfordulás van, azt mondom, hogy én a másodikba szeretnék jobbra fordulni, itt mutatni fogja neked, ahogy csökkennek a nyomvonalak, onnantól kezdve van itt körbe ez a kis nyíl, ha ezeket szépen váltottad, akkor rámész erre a nyílra. Hogyha sok értéket állítasz, akkor ugye ne lepődj meg, ha kicsit várni kell, mert ő neki mindent meg kell, újra kell tervezni a területen, tehát akkor az addig ez szürke lesz. Amint ez befeketedik, akkor rányomsz, akkor ő megtervezi neked a komplett útvonalat a területen, utána te ezzel a második gombbal, ezzel a terület és nagyító gombbal meg fogod tudni ezt nyomni, és kiadja neked szépen, hogy te mész a kis traktoroddal, és a területen mutatja neked, hogy néznek ki ezek a kis fordulósugarak. Ahol nem jó a fordulósugár, ott neked barnával fogja jelezni, hogy ott ő nem fog tudni megfordulni. Ha te azt mondod, hogy oké, teljesen jók vagyunk, akkor kormányoz helyettem, itt van ez az automata gomb, rányomsz az automatára, és onnantól kezdve magán a térképeden alul itt meg fog jelenni két méterbeni érték. Az egyik méterbeni érték a teach-innek lesz a fordulósugara, a másik értéked a fordulásnak lesz a távolsága. Azért van kettő, mert ugye a fordulásunk meg az eszközkezelésünk az nem egy pontban történik. Azt ő számolja szépen visszafelé, kiérsz a végéhez, tudsz magadnak állítani, hogyha ha szeretnéd hangjelzést ide is, meg a másik oldalra is, egy csippanás, két csippanás, csipogunk, mint az állat, itt is van egy kis hang hozzá, és akkor hallod azt szépen, ahogy történik a folyamat körülötted, és akkor szépen ő megfordul.
nek még mindig nincsen szeme a gépnek, tehát hogyha villanyoszlopod van, gázbójád, kútgyűrű, bármi olyan van, azt neked kell észrevenni, ezt neked kell kikerülni, erre oda kell figyelni, tehát attól függetlenül, hogy örülünk neki, hogy a gép dolgozik helyettünk, és tudunk akár filmet nézni, telefonálni, enni, inni, nem mondjam tovább, attól függetlenül neked felügyelni kell, tehát te kell lesz a gépbe, te pontosan azért kell lesz a gépbe, hogy ez egész nap hibamentesen tudjon üzemelni. Tehát ez így gondolom most már egy ideje, már jár a szám, de ezt érdemes így átbeszélni, mert ez egy nagyon jó dolog, amit nagyon viszonylag a legtöbb ember nem használ. Vegyük a fáradtságot, mert igazából egyszer kell beállítani mindent. Ugyanúgy, ahogy egyszer kell beállítani az adott munkagépet, amivel dolgozol. A mi esetünk az annyival másabb, hogy van olyan, hogy egy szezonban felakasztunk 40 munkagépet. Minden 40 munkagépnek más lesz a beállítása, máshogy van kikopva, más gyártó, más fajta, nem csak a saját munkagépeinket húzzuk, hogy kint vagyunk nálatok. Nekünk mindig más kell beállítani, ettől függetlenül benne az adminisztráció menüben nekem van elventve mindig egy, ugye, ahogy beszéltünk még az ezres fenddel, amikor tárcsáztunk, ott is beszéltük, hogy nekem mindig van egy közutasmentés, ez egy alapmentés, egy alapbeállítás, amiből mindig el tudom kezdeni beállítani a gépeket, és akkor most el van mentve utoljára a vetőgép, az eke, egy 5 méteres Terránó, meg egy 6 méteres Joker, ami utoljára lett húzva. Ezek is azért vannak elmentve, mert hogyha több területen mozgunk, akár közútra, bárhova kimegyünk, akkor csak kikapcsolod a GPS-t, üresbe rakod a traktort, a betöltésre átállítod a beállításaidat, ez igazából fel annyi időt sem vesz igénybe, még mire mindent végignyomkodsz, meg végigállítgatsz, átállítja a gépet és már mehetsz is. Tehát nem kell félni a fentől, meg kell tanulni kezelni, és egy sokkal kezelhetőbb, sokkal okosabb, sokkal kézreállóbb traktor lesz, mint bármelyik akár konkurencia. Ez nem elfogultság, ez tény. Tehát meg tudom mutatni, el tudom magyarázni, ha a kérdés van, nagyon szívesen válaszolok rá. Ez azért jó ez a traktor, mert, vagy azért jók ezek a traktorok, mert olyan szinten tudod magadra állítani, hogy nem gondolom, hogy jelenleg létezik ettől sok oldalúban programozható felület. Persze van, aki ettől meg van ijedve, van, aki szereti a karokat húzgálni, mert az a biztos, meg az a jó. Sajnos dolgoznak ilyen gépeken úgy is, hogy évek után még mindig nem tudunk beállítani egy hidraulikokör időzítést, nem tudjuk a fordulót kezelni, nem tudunk semmit, tehát igazából van egy nagyon okos gépünk, amit igazából felét se használjuk ki a tudásának. Nem kell senkinek se ezen megsértődni, nem kell megharagudni, nem kell merre szívni. Úgy, én személy szerint úgy látom, úgy érzem, hogy egyre kevesebb az az ember, aki valójában szereti és akarja ezt csinálni, de aki viszont szereti és akarja csinálni, annak nagyon szívesen segítünk ezeket a dolgokat megtanulni, és jól csinálni. Hát ott simán beszélgetünk közben úgy, hogy igazából tökéletes minőségű munkát tudunk végrehajtani. Most, hogyha ezt meg tudjuk csinálni így videózás közben, akkor a mindennapokban mennyire megterhelő az, hogy egyszer beállítsam a gépet, és utána már csak dolgozzak vele. Nem? Tehát a termelékenységed az úgysem fog egész nap 100%-on lenni. Tehát délelőtt még csípás vagy, meg még nem etted meg a reggelit, meg ha megetted, akkor még kajakomás vagy, akkor utána menet közben telefonálsz, cigizel, ezt csinálsz, azt csinálsz, így mész, úgy mész, így fordulsz, úgy fordulsz, nem veszed ki időbe, nem teszed le időbe, bármit csinálsz, ezek ha be vannak állítva, onnantól kezdve neked egész nap ott van a munka minőséged, hogy te ugyanazt tudod egész nap nyújtani. Azok a beállítások, amiket itt beállítasz a traktoron, mint a munkaeszköz, mind a munkaeszköz oldaláról, hidraulika kör, GPS oldaláról, GPS beállítás, forduló, motorváltó beállítások, ezt ő csomagba mindent elment. Tehát itt semmit nem kell állítani, itt pár gomnyomásod van, és ha megvan az első beállításod, onnantól kezdve, ugye van benne automata táblafelismerő funkció, amint ráérsz a területre, bedobja, hogy melyik táblán vagy. Szeretnéd a táblát használni, szeretnéd betölteni a hozzávaló nyomvonalakat. Tehát igazából, hogyha ez egy ugyanolyan dolog, mint amikor veszel magadnak egy új telefont. Betöltöd a telefonszámokat, állítasz magadnak hátteret, megmutatod, beállítod, hogy mennyire masszírozza a combodat, amikor elkezd csörögni, utána beállítasz magadnak egy csengőhangot, azzal is veszed a fáradtságot, hogy beállítsd magadnak. Tehát ezek azért teljes fölösleges körök, és azért ne is írjatok, légy szíves, ilyen butaságokat ezek alá, mert ezzel ne vesztegessük az időt. Itt mi nem azt szeretnénk bizonyítani, még egyszer mondtam már korábban is,
hogy mi, vagy akár én, hogy milyen fasz a gyerek vagyok. Én veszem a fáradtságot, és igyekszem minél jobban megtanulni, igyekszem minél jobban elmagyarázni, igyekszem minél jobban átadni, mert az a közös érdekünk, hogy ezek a gépek, ezek jól tudjanak üzemelni. Na de elég a lelkizésből, elég az észosztásból, itt a vége a fogásnak. És Tomikám, tiszteletbeli Gregoár Bessonos szántóember javatlak. Ajaj. Kérünk. És akkor átadod, hogy megnyomod a gombot, akkor látni fogod, hogy mindjárt kiemeli. És akkor lejátsza a folyamatot, nézd csak, kiemeli, autotifit, kikapcsolja a tempomat, és akkor most ott megáll, látod? Aha. És ott látod ott a kész szimbólum. Rányomsz egyet, és akkor most onnantól kezdve fordítja is át. Jó. Innen a fülkéből nem látszik, de kívülről ez a fénykard, ez elég rendesen kinyúlik hátrafelé, úgyhogy azért jövök be mindig így a szántásra, hogy ahogy fordulunk itt, még véletlen se lógjunk ki a főútra, jó? Majd a drónon fog látszani. Azt hiszem. Na, figyelj, én nem is megyek sehova. Várj. Hogy kell ezt csinálni? Hadd ide. Csak fogd meg, majd átváltok fejkamerára. Hogy tiszteletben tartsam Tomikám. A Martinféle, meg a másik gépkezelő szokásait. Nem akár, hogy megadjuk a módját, jó? Nagyon jó. Egy kis lábszak mindig jó jön napközben. Meg elég jól begyújtottál, úgyhogy... Nél csak. Így. Neki is ötkö. Hogy szoktad mondani? Szexi csokoládé? De nálam most nincs édesség. Nincs. Nincs, sajnos. Szoktam hozni, de most nem lett. Hát figyelj. És tudod, itt megkönnyítem a dolgot. Á, de várj, majd felted a fejkamerát, de kezdjük már úgy, hogy én szeretném, hogyha nem a fejkameráról, hanem hogyha így premier plánban látnák a Stiumi rajongók, ahogy... a kis klasszos kombányos emberkénk. Jó, hát hogy... Sötét zöldül. Oké, akkor később látunk át fejkamerára. Na, figyelj csak, beúsztam a kéziféket. Azt ott kiengeded, jó kis teherautós módjára. Úgy, nagyon jó. Amikor az első kereked végig is belér a barázdába, akkor már úgy ne is állj meg, csak nyomd meg a gombot szépen. Úgy, és akkor benn vagy a barázdában egyenesen. Tempomat. Így, tempomat is. Így van, ennyi. És akkor, hogyha úgy látod, hogy maga a barázdánál az első kereked kell, hogy legyen ott egy körülbelül 10-15 cm helyünk, de hogy most van, hogy tudjon játszani jobbra-balra, akkor ezt így is lehet hagyni, ez teljesen jól áll. Na, nagyon jó. Stiumi Gen 6. Ahó, itt a háttérben is munka van, hello. Kis klassz traktorunk hozza a trágyát. Oh, ja. Hallod, ez a kamerás szerep, ez nem is olyan rossz. Te ezt tetszik? Majd, hogyha megnézzük, hogy mennyi ideje tartottam ott. Jó, ez jogos. Pedig fel akartam dobni, hogy lehetnék a száj segéded. Volt. Szerintem az volt egy óra. De majd. Egy óra hossza? Komolyan? Hát itt van, mit tudom már. Mikrofon az megmondja. 57 perc, 58. Most már tehát 58. Atya úristen. Nem is lehet erről ennyit beszélni. Dehogy nem. Nem tudom, jó. Vagy kedves János kollégánk mondanál, egy napot tudnék erről beszélni, de most akkor röviden ennyi. Órákat. Ennyi volna, hogy órákat. Órákat is jobb volna beszélni. Szeretem Jani bácsit. Tudja. Ő még az igazi szakemberek közül való. Mi most még kis replikák vagyunk, de majd beáll. Ugye az ablaktörlőd az olyan, hogy az időzítő funkciója úgy működik, mint a személyautókban, hogy bekapcsolod, kikapcsolod, és akkor ahogy rákapcsolod vissza, akkor azt az időzítést az jó. Csinálja. Tudod mit? Na most lássatok a kulisszák mögé! Hát amúgy ilyen felvétel még nincs. És akkor ugye itt a magába varió dokból el van indítva a folyamat, és akkor ott lehet látni a
Még ez a dolog, hát, hogy... Neked ez még többet van, nekem sokan. Nem lehet látni a monitort, hogy mit csináltak. Fönn tud zoomolni. Aha, megtaláltam, ne félj. Így se túlságosan. Nem, közben az ujjad meg belelógni. Nem lóg bele, pont néztem. Az előbb belenyúltam egy pillanatra. Bucó kamera. Mielőtt idejöttél hozzánk, én is már nagy rajongód voltam, és a nagy stiumit, mikor megismertem személyesen, hát azt nem lehetett szavakba önteni. Tudod mit, Martina? Átváltatunk erre. Nagyon jó, oké. Most már úgyis ez fog élni. Ha? Jó. Szuper. Szerintem hol állítom meg? Is. Ezzel startokba? Aha. Ezzel. Hopp, megvan. Valami megvan. Ezt lehúzom. Rahagy jól néz ki a szántás, basszus. Annyira szép munkát hagy maga mögött. Uh-huh. De egyébként, hogyha most felkamerázol, érdemes talán egy kicsit kilöpjük az ablakot, akkor jobban. A képminőség? Aha. Szellőztetés nem baj, mert már persze. Rendesen begyújtottál a kályhával. Úgy szeretem a földnek ezt az illatát. Ja, ezt akartam mondani. Ó, basszus. Most nem is mondtam olyan sok hülyeséget itt. Nem. Amúgy gázadásra is elveszi a tempomat. Persze, ha a gázhoz, fékhez nyúlsz, joystickhoz, tehát bármiféle, ami narancsárga színű, látod, még a pedálod is narancsárga színű, ami olyanban van, ez mind a menetelésű. Bármelyikbe belenyúlsz, azt bár... Emlékszem, hogy ezt... Leveszi. De van egy olyan trükk, amit szoktam csinálni már régóta. Aha, már érzem is. Aha, ja. Nem szoktam beszélni róla, ami hideg a motor. Itt például beálltak egy 1002-es fordulatszámot, fix fordulathoz, azt megnyomom, fölövi 1002-től a fordulatszámot, és azt nem kapcsolom le. És onnantól kezdve elkezdesz gyorsítani, akkor ugye tartja az 1002-es fordulatszámot, és olyan lájtosan 1002-es fordulatszámon, ahogy tud, ő úgy gyorsul. Tudjuk, hogy hideg a motor, nem melegszik be, addig nem pörgetett ott fölöslegesen úgy jobban a motor, mint hogy kéne. Sok kis trükk, amivel lehet tenni. Nagyon jó. Nem is értem ezt a lámpalázat, amit téged körülvett az elején. Látod az aktív kormány? Látod az tegeri? Ja. Tegeri? És akkor... Azaz, nagyon jó. Látod egyébként, hogyha jó a beállításod, akkor nem is tudunk kell belenyúlni, csak rárakod a kormányzást, benne vagy a barázdában, és innentől kezdve ő szinte mindig jó helyen van. Hát azért mondom, hogy itt egy-egy gombnyomásra be van állítva minden, és nem kell semmi más csinálnod. Ugye a homok. Homokdomb az. Ja. Számol itt a fejemen? Aha. Ja. Akkor jó. Akkor is indítottam. Remélem a kamera is számolt. Melyik? A kézi. Az előző aha. Kézi? Aha. Az ment, ott kijött a pirosra, hogy fel. Azon, hogy altam még csak most már igazából belefáradtam, hogy mindig rohangálni kell valaki után, hogy ezt a kamerarendszert, ezt rá lehet tenni egyébként itt a alján, itt ez a kábel, ahogy belemegy, ez már az orrkamerának a kábelezése. Aha. És hogyha van egy ilyen átalakítód, akkor egy bármilyen kamerát, amit kiraksz a fülké hátuljára, vagy a gépre, vagy akármiben, azt ki tudod tenni a fülkére. Vagy a kijelzőre. Igen, és akkor például ugye van egy olyan funkciód, hogy bekapcsolod a kamerát, látna ide. Ide, akkor a kamerát, és onnantól itt van az automata, látod, és hát a nyíl. Ahogy lükvercbe rakod, akkor kidezi teljes kijelzőre a kamerát, ja, hogy átötre. Vannak ilyen trükkök is, ugye két kamerát tud kezelni, és akkor azt a két kamerát itt látod. Azért nem agyaltam rajta, mert vetésbe, ugye nekem kellett itt a felület. Ugye itt van a vetőgép, ott a GPS, ott meg a munkagép, tehát ott oldalt elfért a kijelzőn, de lehet okoskodni a gyarni. Hát majd a új pultosnál.
Kapsz egy olyat, aminél lejön szépen a kijelző. Jó lesz. Ide toljuk, oda toljuk. Azt sem tudjuk, merre járunk. Nem. Az jó lesz egyébként, mert ott már az izobuszos munkagépet megjelenített külön. Uh-huh. Mindent rendesen tudsz látni. Ugye az elején érdekes, mert az elején az volt, hogy centralizáljuk a dolgokat. Ne legyen a kijelzővel tele a gép, stb. És ez azért volt, mert akkor ott tartottunk, hogy minden egyes funkcióra volt egy valami monitor. Most ott tartunk, hogy most benne van már itt egy monitorban nekünk minden, de viszont elkezdünk összetettebb gépeket használni, ahhoz viszont meg plusz megjelenő felületek lépnek fel a jelenlegiek mellett, és így megint el kell kezdeni kicsit bővíteni. Aha. De tegyük át ide hozzám, hogy... Ne, jó az ott, csak kicsit megigazítom. Meg azt tetszett abba, ami félig lejön, hogy félig, ugye annál tudod tud azt, állítani. Hogy félig lejön, és akkor de. Mondjuk... ugye abban a videóban, amit én néztem, abban például egy permetezőnek a szakaszolását tette ki. Igen. És arra meg bőven elég, hogy lejön a fele, mert ugye úgyis a keretünk az széles, és azt jelenítette meg, és akkor csak azt mutatta, nem jött le az egész kijelződ. Ezek ilyen kis apróságok, ez a felszereltség, ez a felszereltség, meg ez a technológia, amit ez a fülke, meg ez a gép tudásában már magába hordoz, ez én úgy gondolom, hogy körülbelül egy legalább 5 év kell ahhoz, hogy eljussunk bizonyos helyeken is arra a szintre, hogy ezt jól ki tudják használni. Uh-huh. Tehát ezt már most ugye elkezdi az ember tanulni, és mire megérik fejbe a rendszerbe az, mert az a baj, hogy beszélünk itt precíziós gazdálkodásról, uh-huh. és akkor precíziós gazdálkodásba megállunk bizonyos pontokba. Ugye mindenki saját maga dönti el, hogy kinek mi számít precíziós gazdálkodásnak, van ahol már az annak számít, hogy van egy automata kormányzásod. Yeah. Van ahol szakaszvezérelnek, egyéb dolgokat csinálnak, tehát van ahol elég jobb belemennek. Tehát itt mindenki magának majd belövi, hogy ez mennyire lesz jó, de itt már kicsit azért képbe kell lenni dolgokkal. Uh-huh. Hát elhiszem, persze. Úgy szoktam, amikor mész mennyi nyugodtan, és amikor az első kerék kiér a varázdával, akkor kezdem kiemelni. Teljesen jó, fogjuk be nyugodtan ide a szántásra egész. Fát meghagyjuk. Ja, útra ne tegyük ki mi. Uh-huh. Akkor kicsit megyek előre. Ez a fél kormány mozdulat. Igen, yeah, érezted? Aha, és koppanás. Ez akkor vicces, amikor egy függesztett munkagép, vagy félig függesztett munkagép elkezdett tolatni. Uh-huh. Csapkodod az elejét a traktornak. Ilyenkor jó érzéssel jössz el a gazdától, amikor ilyen munkát adsz magad mögött. Azt elhiszem.